Jó napot, kedves nézőközönség! Én Matobar vagyok, és ez itt a Let's Play Silent Storm következő része! És nem felejtettem el megcsinálni az inventory-t! Ahogy természetesen eddig sem soha. Szóval, Hanza néni megkapta az első saját gépkarabélyunkat, valami megtartottuk a pisztolyát. Töki kapott pár granátot. Axel kapott egy MG34-es Regis hasonló, mert van belőle kettő, megkapott pár granátot. Ja, és van-e valami villanógránátszerűség, amit nem tudom, hogy honnan szerzett. Ez szimpla robbanógránát, oké. Nem tudom, hogy honnan szerezte. Gary kapott egy géppisztolyt, mert nem állt neki valami közelharcra, annyi más, mint a pisztolya. Eagle kapott egy gránátot. Reggie pedig kapott egy plusz rakétát, legyen nála 5. Úgyhogy, induljunk küldetésre. Hova menjünk? Mi van Brandenburgban? Van egy német birtokunk, ahol Helmut Koch van. Á, ő a gyanúsítottunk, ugyebár. Itt él Ábrú kezdete óta. Ez a saját főadi szállása. És tele van emberekkel, akik hozzá lojálisak. Oké, elmegyünk és megpróbáljuk letartóztatni Kochot. Van egy olyan sejtésem, hogy ez nem lesz olyan könnyű, mint kimondani. Ó, ez a pálya. Ó, ez a pálya. Oké, itt el kell bontanunk a házat. Ilyen egyszerű. Nem látod, hogy én vagyok Hanza néni? Ne ismered el a felsőbbrendűségemet? Pontosan, én is ezt mondtam. Mi az, hogy nem kell tőlem félni is? Kocs? Kocs. Le se tagadhatnák, hogy oroszok csinálták. Az ott a kertész? He is not to be disturbed. De én diszturbálni akarom. As you can read, I have the authority to disturb him. Úgy van, van nálam egy sonka. Apparently so. És kombat. Vigyázz, a kertész hátba fog lőni. You will wait here. Az csak hizet, köcsög. Na jó, akkor itt várok. A toronyban van, komolyan? Nem abban a rohadt nagyházban? Áll az éjnek. Remek. Jó, még... Te megültél Axelt. Na jó, ezért kivégzés. Ja, azt a rohadt, mi van itt? Oké. Okay. Reggie, egy rövid sorozatot kérünk, és légy szíves, találd el. Becsukta a kaput. Oké. Okay. Ó, mielőtt elfelejteném és elkezdenem valaki sétálni. Mindenki fut. Ez a pálya ütősebb, mint emlékeztem. Gary, egy lövést. Rátalál. Ha ilyen vérszomjasan mondod, akkor rátalál. Eagle egy sorozatot kérünk. Go slow. There are more. Töki, ide. More adversaries. Még egy sorozatot kérünk. Okay. I am humbled by my achievements. Hanza, nyisd ki az ajtót. Uncover the soldier. Jó. Hanza, ide. Order confirmed. Reggie, téged féltelek leginkább, kezdj el fut arra, ha téged, Reggie nem ér ki. Oké, okay, közel ér ahhoz, hogy kiérjen. Eagle. Vikonam. A lehető legmesszebb. Go slow, there are more. Oké. Okay. Oké. Okay. Axel, szinte jó messzire. Nézz szembe Reggie-vel. Ja, herr. Igen, herre. Gary, Axel mellé. Uncover the soldier! Töki kifele. Oké, csak Reggie van gázban. They are numerous. Csak Reggie van nagyon nagy gázban. Tudtam, hogy a kertész ellenünk van. Now I can serve the fatherland even better. Na, oké. Most, hogy ez megvolna, szerintem erről fogunk behatolni. Berobbantjuk az oldalát. Az...
Az remélem nem az, amire gondolok, mert erre rohadt módon nem vagyok felkészült, de Reginnek csak 5 rakéta van. Húha. Axel be tudod csukni a kaput Regi mögött? Fenébe erre gondolottam volna. Nem? Nope. Oké, akkor bújj el. Hans, te is. Nem fognak utánunk jönni, mi csak utánunk lőni. Helye fenébe, Regi. Rá szükségünk lenne, pedig most kellenek a gránátjaid. És ugye Regi meghal, nem tudom leszedni a hulláiról a gránátokat, megjegyzem. Oké. Eddig sikertelen a hangtalan fegyvereikkel. Nem tudom, mondok ezek ork filozófiát. Tiny wound will not stop. Oké. Valamiért nem lőnek Regire, ami meglehetősen nagy hülyeség, mert itt az alkalom, hogy megöljék az egyik emberemet a hatból. Aki hozzávetőlegesen úgy 30-at fog lemészárolni közülük. Oh, valaki lelőtte Regi mögött a kaput. Ami azt jelenti, hogy bezárta a kaput, ez nem rossz. I held see like horse. Tiny wound will not stop. Oké, ezt egyelőre Gary még össze tudja kötözni Regin. Volt valahogy egy mesterlövészük, az hol volt? Fönn ott? Azt hiszem fönn ott. Szóval azzal fogjuk kezdeni a küldetés, hogy Regit megkötözzük, aztán beleküldünk egy rakétát abba az épületbe. Na. Ez olyan jól ment, azt hittem, hogy Regit megölik. Na. Oké, Regi, állj meg itt. Gary, kötözd össze Regit, bármilyen félelmetesnek is hangzik ez a feladat. I am good medic. Eagle. You will be fine. Pattanj föl erre a kocsira és nézd meg, hogy látsz-e valamit. Jó, Regit teljesen megkötöztük, remek. Az esetben mennyi is kötözd össze Axelt, ő is megsérült. Bokrok. Oké, okay, bokrok. Nem tudom, hol vannak bokrok, de bokrok. Fenébe elfelejtettem, hogy kifutott a kapu elé. Regi, nézz arra. Ich verstehe. Elő az RPG-t és célozzuk meg azt az épületet. Következő körben tüzelünk. Hans. Nagyon kísérletes, hogy átdobjuk egy gránátot a kerítés föl, de nem tudom, hogy le fog esni az eminek, hogy át akarom dobni fölötte és nem bele akarom dobni. Mert tudom, hogy itt egy kertész. Yes, Captain. El nem dobunk egy ürát. Át tudunk lőni a falon? Nem. Oké, töki néz arra. Hans. Te esetleg át tudsz dobni egyet? Átám, oda. Először savalunk egyet, mert nem tudom, hogy belevágja a kapuba, vagy megpróbálja átdobni fölötte. És dobjunk. I notice improvement. Ezért mentettem el a játékot, mielőtt dobtam. Szóval nem dobunk. Várunk hát, aki jön valaki a kapun. Az emi üldözni szokott még akkor is egy olyan helyzetben, hogy védekezhetne. Regivel szerintem beküldjük azt az ablakot, páncársák, az elég lesz az, hogy kiugrassza a mesterlövészt a helyéről. Ó! Oh! Regi, te azt hogy a büdös életben nem látod, ott van a kapuban? Komolyan az órába kell küldenem Hans-t. És még így ő sátja, pedig ott van. Aki azt mondom, azzal kezdjük a következő kört, hogy kinyitjuk azt a kaput, mert szerintem bugos és nem lehet rajta átlátni. És akkor egyre, és akkor mind Eagle-el, mind Axel-el beállunk. Harcba! Hoppá! Oké, okay, látjuk már az ellenséget. Ja, nem lehet átlátni a kapun, mert bagos. Na. Hans, egy sorozatot kérlek a fejébe. Remek. Még egy abba az ipsébe. És fuss. Lülöm kellett volna, miért elfutok. Eagle-el, meg Regivel, meg Axel-el. Na jó, mindegy. Axel? Ja, Herr. Ott az ellenség. Rövid sorozat elég lesz szerintem.
Yeah, on target. Ez alatt nem azt gondolom, hogy két lövelék. Gary. Ezt kapd el azt a gépisszolyt. Másrészt. Igen. Egy lépést erre. Egy lövést arra. I did not concentrate. Akkor most koncentrál. Mein Gott! I've been hit! Oké, az ellenség bezárt az ajtót, el fogja felejteni, hogy itt vagyunk. Reggie, el tudsz tűnni addig a páncersekkel? Francba nem megy el addig a lövedék. Aj. Na jó, hogy bentről lövünk. Most gondolom, hogy nyissa akkor utat ott, de félek, hogy az ellenség most ki fogja nyitni a kaput. Töki? Jól szállt-e ott? Várjuk az interruptokat. Ez az áldatlan ajtó, ez nagyon ütős. Ó, végül meglátott valakit. Ennek géppuskája van, akkor fejre megyünk. Szép! Kilőttük az egyik szemét ránézésre. A szemétnek. I notice improvement. Okay, notice az improvementeket, csak amennyit csak akarod. Bele ne haj. Szerintem az lesz, hogy Tökivel és Reggie-vel, igen, a leghalkabb és leghangosabb tagunk, elmegyünk erre és oldalba kapjuk őket. I am humbled by my achievements. Tökivel belopózunk a házba, Reggie-vel pedig leratálunk mindenkit a kertben. Hogyha ennyien ide gyűlnek, lehet, hogy megérné belevágni az egyik nagy grátot a kapuba. Tegyünk úgy. Egy kört még várunk így, Garyékkal hátrébb jövünk. Jóval hátrébb jövünk. Tökivel elkezdünk futni, mert ő úgysem lesz itt túlságosan hasznos, tehát ennyien azért ledarálunk akárkit, aki jön azon az Isten várt a kapun. Tökit kiszúrták, mindegy. Annál lelkesebbek lesznek, hogy kijöjjenek. És ha kijön az ellenség, akkor most leratáljuk őket interruptokkal. Ha nem jön ki az ellenség, akkor Reggie-vel előre futunk, bedobjuk a gránátot. No, mi lesz? Aki már két ember áll a kapu előtt, tehát közvetlenül a kapu előtt. Három. Négy. Ó, Reggie, ez nagyot fog szólni. Sőt, szerintem inkább Axellel is Tökivel futunk el, mert Axel, hogyha akar, akkor ott még tud csapdát állítani az ellenségnek. Hogyha kell, azt a rohadt mennyien lesznek ott. Oké, az első az, hogy odavágjuk ezt a gránátot, mert szerintem páran túl fogják élni ez egy ekkora kupacból. Oké, harcba vissza. No. As you order. Elő azt a gránátot. Igen, akkora az a gránát. El tudod dobni a kapuig? Éppen hogy. Medic! Medic! Boom! Na dobjunk még egyet. I imagine that news is not good, soldier. Make it quick. Eddig tartod, hogy felérj? Ez egy Luftwaffe egyenruha? Ah, nem értek én ehhez. Főleg ezek az lebutítókkal, az nem. Ez a hadseregük fele volt? Oké. Okay. Hála az ének, az egy menekülő kapszula. Az itt egy Panzerkleine hangár. Oké. Okay. Tehát azzal a kapszulával akar menekülni, tehát tök itt jó irányba küldtük. Viszont még mielőtt akárki menekülne, vagy utána mennénk, végeznünk kell ezekkel itt. Eagle, el tudsz addig dobni egy gránátot? Félig meddig. It's time to say goodbye. Itt az idő, hogy azt mondjuk, hogy remek. No. Töki.
Rejtőzködj és sprintelj! Yes, Captain! El kell kapnunk itt a rohadékot. Axel! Fuss! Okrok. Garita a frontális támadó alakulatot fogod támogatni. Ja, persze, érts jobban a test hurcoláshoz, miért ne. Ó, vannak ezek még. Eagle. Nem tudod eltalálni. Oké, okay, Gary. Elő a jó öreg karabélyt. Aztán vissza. Hans. Nem, ahogy most kaptak egy interadot, és akkor, amikor Gary pofon lőtt valakit. Ó, az a rovadék kapott ott, az valószínűleg egy mesterlövész lesz. Egy olyan hangtalan videós puskával, mint amire beleszkripteltek egyet, hogy is hívják, Axel lábába. Oké, okay, elindítottunk egy géppuskást. Hány embert is öltünk itt meg? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 embert. Aztán megérte erre elő egy gránátot. Oké, okay, Hans földre. És nézz arra gonoszul. Még nem is arra nézem, erre mondtam neki remek. Oké, okay, akkor maradj Google-ban, hogyha megint lefekszel, akkor nem lesz elég épid arra, hogy lőj. Reggie, bújj el. De az rejtőzködés fajta vagy úgyis. Egy ellenséget látunk ott, egy géppuskást. Mesterlövész. Ja, ez egy MG. Nem tudom, hogy miért csak egyet lőtt egy MG-ből, de ő tudja. Pedig úgy szeretném volna lebontani ezt a házat, de úgy tűnik mindenki kirohant belőle. Hát... ez a másik ilyen mészáros küldetésünk sorozatban. Taki, gyere el eddig az ajtóig és nézd meg, hogy van-e benn valaki. Innen nem látunk senkit. Oké, okay, fuss el erre. Fuck. Itt egy szvatos, egy gépágyú, egy géppuskával. Oké, okay, földre. A rohadt! Ki, ezek nem jöttek el. Úgy tűnik. Nem mondták, hogy milyen jó itt a parti. Eagle, egy kicsit gyere elrébb. Be tudsz lőni az ajtón? Nem. Arra tudsz... nem. Túl magas kerítés. Arra tudunk lőni. Talán el tudjuk csalni tökitől. Teli találat! Gyönyörű! Egy könyves polcon, egy falon és egy ablakon keresztül. Axel, gyere ide és fedezd tökit, hogy esetleg ki kell onnan sprintelnie. Egy kicsit még jöhetsz erre, úgyis csak a következő körbe fogunk ki. Hans! Sorozatot oda. It was only a question of time. Még egyet. Franz bajad maradt, és ez géppuskás, hogy jól le... Ja igen, ez volt az MG-s. Ó, kaptak egy interruptot Garia. Jó messziről. Oké, erre viszont vissza kell lőnünk. Nem akarom, hogy egy géppuskásnak és egy karabélyosnak is adótávában legyen egyszerre. Viszont, viszont az a tüzet. Látunk egy mesterlövészt. Lőjünk a mesterlövészre, ő a nagyobb fenyegetés egyelőre. Ő el tud minket találni leginkább azért. Reggie, ide. In war, there is always one more enemy. Nem tetszik, hogy ilyen húsfalat képezünk, de nem tudunk máshogy harcolni ezek ellen innen. Páncersekket elő. Nem, viszel addig. Ja, nincs egy gépünk arra, hogy így lőjünk. És nem is viszel addig. Fél útra viszel. Oké. Okay. Akkor MG-zünk. Berotálunk ezen az ablakon. Fogjuk rá. I am noticed. Shit. Hát, bye bye, Toki. Egy MG-s, két MG-s. Ez a két szerencsétlen a puska, a gépviszonyaikkal. My condition is critical. Yep, ennyit Tokiról. Mondjuk ez kicsit érdekes volt, hogy nem szúrtuk ki őket, de mindegy. Tehát azért... nem, úgy azt nem értem, hogy hogy csak fekve szúrtuk ki őket. Tehát szerintem az volt, hogy a fa belógott a látószögébe, ami... finoman szóval hülyeség, de mindegy. Oké, tehát egy frontális rohammal kell bejutnunk. Töki hullájáért túl sok mindent nem tudunk tenni, az emmi nem fog rálőni, úgyhogy a földön fekszik szerintem. Jobb dolga is van, itt vagyunk, és éppen rontunk be a...
Manzióba. De a taxellel megfordulunk és jövünk támogatni ide. Gori, mester Nix. Axel. Jöjj beljebb. Pokrok. Én is ezt mondom. Kurva bokrai. Előre. Hans. Take cover. There are more. Shit. I have seen that horse. My injury is a priority. Hans megvakult. Me, mission is a failure. Oké, okay, Hans, fuss ki az összes vaksággoddal együtt. I am young. I have much to learn. Reggie. Rotálj bele egyet abba a rohadékba. I get better with each war. Ijádom, hogy ezek az a rövid sorozat alatt egy és két lövedéket értenek az MG-kkel. Mindegy. Gary, nem tudsz onnan kijönni sajnos. Ez van. Eagle. Rá tudsz lőni akár kire? Igen, arra ott. Nem? Nem? Akkor melyikre? Ó, erre itt magasan. A hangtombítós mesterlövészre, aki belőtte egyet Axel lábába. Nyírt ki! Oké. Axel. Hogyha ezek ádrasolnak Hans fel, akkor nekünk végünk, úgyhogy meg kell próbálnunk megint az elképzelhetetlent, megpróbálunk átdobni egy gránátot a kerítésen. Ahogy elnézem, ez nem fog menni. Akkor fejlődj fel a kapuhoz és készülj arra, hogy zajt csinálj. És Hans elvérzik? Nem. Hogyha Garit nem ölik, mert meg tudjuk menteni Hanst. Reginek nem fájt annyira a lövés, ahogy elnézem. Van 8, 10, 3, 5, 7, talán 9 emberük hátra. Ezért meg kell mondjam, ez egy kicsit szemétpálya volt. De a nagy részüket lefegyvereztük. Egy finoman fogalmazzak. I notice improvement. Hogyha meg veled ölni Garit. Gyerünk Gari, éltúl. Oké, hogy elnézem, csak pár találatot kapott és túl fog élni. Hogyha ő is verzik, akkor viszont szarb vagyunk, mert aközben kell kötözni a Hans, hogy ő haldoklik. A rohadt életbe, hogy kétszer vérzünk örönként. Oké, okay, itt vagyunk újra azelőtt, hogy nem dobunk át... Azelőtt, hogy úgy döntöttünk, hogy nem dobunk át gránátot a kerítés fölött. Úgy döntöttem, hogy újra veszem az egészet, mert hogyha nem sikerül ez az ajtógránátozás még egyszer, akkor eléggé drasztikusan máshogy fognak alakulni az események. Úgyhogy Hans, nyisd ki az ajtót. Just when you think it is over. És adj le egy sorozatot arra az IP. Nem várjunk először is, Eagle. Be tudsz lőni? Nem. De amint tudjuk, oda fel tudsz lőni. Valamiért nem. Ja, mert az előbb már oda vittelek. Ah, innen tudsz fellőni. Ja, oké. Okay. Hans, egy sorozatot kérlek. Maybe I should. Még egyet. Ajtó becsuk? Jádom, hogy az erővel behúzza az ajtót egyébként. Just when you think it is over. Oké. Okay. Ducky. Te kezdj el futni arra. Oké. Perseverance is key to success. Most egy kicsit óvatosabban próbálunk majd belenni vele. Axel, el tudsz fordulni, miközben hílelnek? Igen, oké. Okay. Jó, kövékör. És megpróbáljuk megvárni, míg ismételten ide jönnek az ajtóhoz. Ahogy elnézem, sikerülni fog. Igülel meg közben, majd lőjük itt a... RK-t. Igen, ARK-t nyelvújítunk. Hanszal majd kicsit hátrébb kell lépnünk, hogy gránátozni akarunk. Ja, szerintem a következő körben ismételten megpróbáljuk berobbantani az ajtót. Axel és Tökivel meg megint elmegyünk megpróbálni itt kitisztítani a dolgokat, de most kicsit óvatosabban, és tudjuk, hogy ezen a fát nem lehet átlátni. Szerintem azon indítunk, hogy berobbantjuk itt a falat. Na, Töki bújjál. Gyere. Nem, 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 nem. Yes, Captain.
Hú, hála az égnek, erre. Axel még gyógyítja Gary, oké. Reggie marad ahol van, Eagle marad ahol van. Ami azt jelenti, Eagle, lőj bele egyet abba az ipsébe. Még egyet. Még egyet. Oké, nem találtuk el. Hans, te jó leszel ott, ahol vagy. Egyelőre, mert nem grátoz. Menjünk kicsit hátrébb, hát ha grátozunk egy interrupton keresztül. Mondjuk egy pár lépéssel még hátrébb. Úgy? Ti meg jók vagytok ott. Oké. I am good medic. Vissza a harcba. We'll be fine. Gary. Hátrébb. Axel, fusta ki után. Ja, herr. I notice improvement. Töki nagy ívva került ki ezt a kaput. Innen fogunk behatolni. Eagle, rejtőzködj. Hans, rejtőzködj. Reggie, rejtőzködj. Következő kör. Nem hallom azt a tömeget zajtva őt, mint előbb. Ez nem azt jelenti, hogy nincs ott, mert egyébként ugye a felelős hallónk, Töki, éppen az épület másik oldalán van. Átjöttek. Always one more enemy. Hát persze, hogy nem kap egyik emberem se interrupt-ot, teljesen logikus. It is a small wound. Még erre se? It can be bandaged quickly. Komolyan? Hé, hát... az Istenit. Ezért szeretem mindig jobban az XCOM Overwatch-ait. Azokról lehetett tudni, mikor sülnek el. Ez interrupt rendszer, ez játék egyetlen hibája. Elég kiszámíthatatlan, hogy mikor ad interruptot a játék, mikor nem. Again, vojak. I would expect nothing less. Ezek komolyan egyet lövöldöznek az MG-ikből. Igen, ott eléggé kiszolgáltatott helyzetben van sajnos. De hogy a kabut megtisztítjuk, az MG-s nem érném, hogy nagy kárt tud benne tenni. Ó, kapod egy interruptot. Ez esetben kérnénk egy testlövést Mr. MG, sőt a hátsó MG-sre kérünk egy fejlövést. Ja. Meglőtted úgy, hogy nem mehet át a másik önök, jó, ez egy nagyon szép teljesítmény, csak nem ezt akartam. Oké, szerintem Eagle-el bedobunk egy gránátot a kapuba, aztán GTFO. Utána pedig Reggie géppuskát tüzével fedezzük. Intruder! Na, Eagle, elő egy gránátot. Egy ilyen pici cuki aranyosat. Elmegy a kapuig? Nem egészen. Ouch. Aztán pattanj, és learul a rohadt kocsiról. Again, vojak. Túlságosan sok helyről tudják lőni. Reggie, kell akármit csinálnunk veled? Nem igazán. Dugolj le egy kicsit, menj arrébb. As you order. Ó, látunk egy ellenséget. Tűz. You will not be the last. Jó. És odért tudunk lépni még egyet? Fogjuk rá. Gary, neked adunk egy ilyen testhurcolózsdit, és maradhatsz ott. Hans, te maradsz ott és vársz interruptodra megint. Remélhetően most meg is kapod. Töki, te... fuss át ide. Oké, ez eddig jól megy. Legalább ez oldal jól megy. Axel, te gyere ide. Ja, herr. Oké, következő kör. Ez nehezebb lesz nélkül a nagy gránát siker nélkül, de ez van. Ott van egy kis Eagle az autókat néhén. I held see like horse. Tiny wound will not stop. Ez szépen túlélted mondjuk. Teljes rozót kapott egy géppisztolyból, mondjuk csak egy golyó találta el természetesen. Szerintem Hanzával bedobunk még egy ajtót. Nem tudunk bedobni. Ja, még egy ajtót a gránáton, igen. Bedobunk még egy ajtót a gránáton, oké. Okay. Bedobunk még egy gránátot az ajtón, csak nem tudom, hogy kivel. Mert most eléggé gyűlnek. Lehet, hogy most vágjuk oda Regina egy gránátját. Sőt, bedobjuk mondjuk ide. It was only a question of a time. Te mondod, Hanza? Te mondod?
Oké, okay, Axel pozícióba. Töki, mi a legnagyobb gránátod? Ez itt. Nem minél, hogy elég lesz. Axel. Ó, Axel! Hát ez nem kellett volna. Nem is felejtem, hogy aknázási célokból rajtahajtom lenni a gránátunkat, mert itt másik lenni jobbat. Ez itt viszont probléma, van egy jelenség az ajtó mögött, akit látunk. És feltételezem, ő is lát minket, földre. Spotted one! Hát erre rácsesztünk, mert ők is kiszúrtak. Mert ők szúrtak ki. Oké, okay. Tök ide. Gránátot az ajtónak. Azt hittem, hogy ez jobban fog fájni neki, főleg, hogy az arcán robbant a gránát, de... Mindegy, célozunk a fejére. Egy golyó eltalálta. Megyve körül a pisztolyoddal lőni egyet. Pont kettővel több épik mennyit, amennyi nekünk van. Axel, le tudsz adni? Nem, nem tudsz adni egy lövést. Le tudsz adni egy dobást? Nope. 20 épikbe kerül. Francba. És eddig egy kisebb gránáttal. Nope. Hát akkor... Bép, bép, bép. Reggie. Egyetlen drága Reggie-m. Pattanj föl. Fuss előre eddig. Végy elő egy szép nagy gránátot. És nyomd le a torkukon. I imagine that news is not good, so it is. Oké, okay, az Rodék elkezdett menekülni. Medic! Medic! És ott benn van még egy géppuskás, ha jól láttam. Yep. Nem tudom, hogy hogy élte túl, át kritikusan sérült, akkor jó. Pillanatra azt hittem, hogy már sértetlenül élte túl, mert meg se rezzent a modellje, de ez gondolom bug volt a cutscene miatt. Igül, nézz arra. Látom a célpontot. Mrtvi. Úgy van, mrtvi. Gori. I need luck to win confrontation. Pontosan ennyi szerencse kellett neked. Ott van még egy szerencsétlen, aki elbújt egy fában. Igül a bokorszakértő, szóval Garival odébb megyünk. Hans. Just when you think it is over. Ezek hogy állnak? Megsérült egy kicsit legalább attól a nagy gránáttól, úgy látom. Az egyikük egy civil. Engem az nem zavar. Az egyik átment szülőpozícióban, a másik nagyon megsérült. Oké, ezt kivégezzük. Remek, kapod a másik egy is, hogy találtod. Ez jó. Hanzával visszavonulunk. Oké. Következő kör. Reméljük, hogy Axelék életben maradnak. Töki vészesen közel van. Remélem, hogy eléggé megsérült a fazon ahhoz, hogy ne tudjon lőni. Túl sokat. Vagy hogyha igen, akkor annyira megzavarodjon, hogy valami Axelre kezdjen tüzelni. Nagyjából annyit kinyírtunk, mint az előbb a gránáttal egyébként. Azért nem annyit, de közel van. Pokrok. A jelenzen megint jönnek a kapuba, tehát még egy gránát esedékes, de most egy kisebb is elég lesz. Mert megint leröpítettük a kaputát, mert nem tudjuk először bezárni az arcuk előtt. Négy ember is oda gyűlt, akkor lehet, hogy kéne még egy nagy gránát. Azt hiszem, Igülnél van egy közepes, amivel még régebben bontottunk házat. Öt ember? Hát az utolsó az már mindenképpen kívül lenne a robbanási rádiuszon. Hú, ezek ketten is vannak. Remélem beállnak egymás mellé és nem tudnak lőni. It is a minor violation. Komolyan? Csak egyet lősz? Hú, de azt a hárman vannak, oké. Okay. De itt van a teljes kapuőrség. Tökinél aztán még van egy gránát, ami megfelelő méretű lenne. Aztán ekkora az a pisztoly? Jó. Kinyitjuk az ajtót. Igen, kinyitjuk. I will survive this onslaught to be a hero. Megfordulunk. Imádom, hogy végignézik, hogy itt beletkeznek. És bedobunk közéjünk egy gránátot. A goose is cooked. Két gránátot. Hogy biztosan megsüssük a rohadt libáikat. Oh yeah!
Ez a fegyver nem tudom, mit csinálott a földben. Axel. Kifejeztük neked ezt a pisztoly specializációt, mert ez egyébként hasznos dolgokhoz vezet. Főleg, hogy a karabélyodat akarjuk használni. Oké, ott van egy ellenség. Oké, becsukjuk előtt az ajtót. Biztonság kedvéért. Kinyírtuk a három kapuőrt, most egy kicsit le tudunk lassulni. Gary, mekkora gránátjaid vannak? Van egy közepes. Igen, nálad van a régi házbontó, ugye? Igen. De az rögtön érintkezésre robban, és nem tudjuk szerintem elég messze dobni. Gary, rajta a világ szeme. I need luck to win confrontation. Fordulj. I need luck to win confrontation. Oda egy gránátot. Maybe I should shoot myself. Nagyon örülnék neki, mert máshogy nem nyerhetek szerintem. Hans. Eagle. Azt ott ki tudod végezni. I am dying. No shit. Hans. Order confirmed. Az ott egy géppuskás. Szép. Medic. Jó, ezt meg kell ölnünk. Remek. Pont egy ilyen szvatos oldalék volt, azért akartam végezni vele, szerintem ezeknek több HP-ja van egyébként. Tehát ez a páncél nem csak dísznek van rajtuk. Reggie. Fordulj. Fuss fel az oszlophoz. Fejlődj föl, használj fel zének bújjál mögötte. Pöttöm testeddel. Guggolj le és adj le egy sorozatot erre. I get better with each war. Fogjuk rá, hogy egy sorozatnak minősülhet. És Eagle-nek kifejeztük színen a pisztoly specializációt, itt is már fontos dolgokhoz vezethet. Ez oda jön a puska specializáció, ami egy kicsit fontosabb, és itt vannak ezek a... átlövünk a falon és hasonló dolgok. Nem? Itt van az átlövünk a falon cucc? Nem ez ambush? Hol van? Volt egy ilyen, amitől könnyebben átlőttünk a falon. Átlősz a falon. Tisztára ugyanemlékszem, hogy volt egy ilyen skill. Valami ilyesmi, hogy 20%-kal könnyebben ősz át a fedezéken, vagy valami hasonló. Ezek szerint rosszul emlékeztem. Jó, Eagle, gyere erre. Látsz valakit? Nem. Nem baj, majd beleresztesz egy sorozatot, hogyha meglátod. Ezek itt adározottan fogynak szerintem. Az a rovadék a másodikról kell, hogy lefusson, szóval eléggé messze van a kilévő állványától, és még nem is látom azt a rovad kapszulát. De szerintem a következő körbe tökélyékkel berújjuk az ajtót és megtámadjuk az épületet. Sajnos nincs itt Reggie nagyirányja, tehát nem tudunk lebontani egy épületszárnyat egy robbantással. De... ó, oh, egy MG! Mégse. Ezt a két szerencsétlen azt hiszem megint felrobbantjuk egy gránáttal. Három szerencsétlent. Eagle interrupt. Ne hagyd cserben. Legalább eltaláltuk. Ez egy nagyon logikus reakció volt, mit ne mondjak. Na. Eagle, repítsük a levegőbe ezt a három szerencsétlent. I am young. I have much to learn. Fogd meg az épületbontót. Egy lépés előre. De csak egy, mert nem akarom, hogy te is benne legyél a robbanásnak a sugarában. És... ez határozottan meglepő, hogy Eagle-t nem sértette meg kicsit sem. Határozottan sértő robbanásnak számít. A szerencsétlen mesterlövész azóta se üt meg minket, mester, megjegyzem. Fuss vissza a kocsit. Nem, nem futunk vissza a kocsira. Egyelőre még nem olyan biztonságos az élet a repugari. It was only a question of a time. Erre kapnak interruptot, nem arra, hogy Eagle kidugta a fejét? Nem. Oké. Okay. Már megértem. Oké, okay, van itt egy emberünk, aki, két emberünk, aki teljesen egészséges. Az egyiknél puska van, a másiknál fa. Másiknál szintén puska, oké. Okay. Hans erre könnyebben lő, úgyhogy erre lövünk el átrébb. It was not supposed to be this dangerous. Oké, okay, megöltük a fát.
hihetetlen! Szerintem is hihetetlen, hogy nem találhatod el azt szerencsétlen, Reggie. I get better with each war. Oké, Reggie ezt elintézte, meg a fát is. Hála az égnek, rohadék kezdett idegesíteni. Oké, nehezebben találják el futás közben, ez most nem árt. Most sem, meg úgy általánosságban sem. Oké, ezt itt kivégezzük egy sorozattal. Két golyónk van megölni. Siker! Tölts újra! És fuss vissza a fedezékedbe. Töki! Rugdaljuk az ajtót. Vagy nyisd ki jövedelmesen. Ez inkább a stílusod. Ki a büdös életed le? Végre ezen a rohadt folyosón a fenébe. Az azt jelenti, hogy az ellenség is lát minket onnan. Ami nem jó. Mert se besesztünk a fizikai motornak azzal, hogy beindítottuk az ajtót egy földön lévő fegyverbe, vagy ilyesmi. Ó! Oh! Van egy ellenségünk. Megint elbújt egy rohadt fában. More adversaries! Töki, fejlővést kérünk. I'm getting a bad feeling. Az érzés az lehet, hogy hiányzik a fejed. Shit! I have labored for my skills. Kilövés. Ott lesz még egy ellenség. Van őrség a kilövő állásnak a fenébe. Töki földre. Látjuk is. Ott van. Axel. Rúg be te is az ajtót, mert Töki becsukta maga után, vagy valami. És te nem látod azt szerencsétlent ott olyan rohadt messze. Érdekes. Oké, fuss fel az ablakhoz. Now I can serve the fatherland even better. Oké, következő kör. Oké, sikertelenül lövöldözget Tökire, ahogy elnézem. Talán Axelre, nem tudom, ez a épület sarkát találja. Inkább Tökire, Axelt nem láthatja onnan. Lehet, hogy valaki mástól kap információt, hogy mi is távirányítással vezéreljük a mesterlövészeinket. Nem, ahogy elérted, ott sincs az a rohadt izé a kilövő álláson. Á, most nyílik ki! Mi? A büdös... Ja, igen, ezt ismerem, oké. Hogy jól tudom, ezek a rohadékok az esetek felében felrobbantak, szóval jó, hogy egy ilyennel próbál menekülni az ellenség. Ebben nem vagyok biztos. Lenézve, hogy másik kísérleti darab volt. Ezekből a brilliánsan megtervezett repülőkből. Oké, okay, Töki. Ha jól látom, három ember védi azt a kilövő állást. Oké. Okay. Arra nincs időnk, hogy Tökivel külön betörjünk, ő eléggé lassan tud csak haladni. Szóval... Köszi, hogy elhasználtad az összes épület. Úgyis azt fogjuk csinálni... Jövünk Axellel, és támogatjuk, támogatjuk a másik betörést. Elvonjuk az ellenség figyelmét. Töki. Vedd el a pisztolyod. Fuss fel egészen eddig. Nézz arra. Oké. Hogy esetleg a másik oldalról nem tudnánk eléggé gyorsan betörni, akkor Tökivel még mindig berásolhatunk és fejbe lőhetjük a szerencsétlen, nehogy meglépjen. Ez a két rohadék megint nem vett részt a harcban. Megint elsúnyogták. Hans. Mármint ő, Reggie. Oké, okay, dobó specializáció nem árt. Net is good selection. Át tudom dobni a falon vagy ezt a gránátot, hogy elég közel kerülök? Ó, oh, mielőtt ilyesmivel próbálkozunk, mentünk egyet. Aztán közel futunk a falhoz. És bedobjuk. Oh yeah! Megsérült. Nem tudom átvenni az MG-vel azt a falat. Bedobunk még egyet. It is time to say goodbye. Megint az idő, hogy azt mondjuk, hogy be. Oké, Eagle képes, hogy jön erre egy kisebb gránáttal? Nagyon örülnék, hogy nem kéne két sorozatot vesztegetnem erre a rohadékra. Praise it. Yep. Medic. Egyet csak erre vesztegetnem. Medic. Hanza.
A Gigabot interruptod a mesterlövész, ez nagyon veszélyes volt eddig is. Eagle, azért guggolj le a biztonság kedvére és vonulj be a kapu alá, ez nehezebbé fogja tenni az ellenségnek, hogy meglőjön. Hans, fejlődj fel egészen eddig. Pokrok. Gary. Lépsz egy szintet. Sebek figyelmen kívül a gyársa, tökéletes. És elvonod a tüzelőt Eagle-ről. Tudom, dicső feladat. Méltó hozzád. Rezsíd közelebb. Újra töltünk. És reméljük, hogy a Rodé nem éri el ebben a körben a kapszuláját. Már amennyire ez kapszula. Kíváncsi vagyok rá, hogy a fickó mennyire tudja vezetni. Mondjuk az Ozonek akkor tényleg egy lufaf egyenruha volt, hogyha ilyesmire ki van képezve. Spotted one! Valaki kiszúrt valakit. Axel előnek. Aminek nagyon örülök, mert csak ezért van ott Axel. Az ellenség visszavonult ide, gondolom, valamennyi AP-vel, szerintem egy kis sorozatunk még pont belefér, szóval Hansel majd óvatosan kell benyomulnunk. Oké, Eagle-ről fejbe küldjük ezt a rodmesterlövészt. Inkább meglőjük simán. Majd föl kell szednem a fegyverét, ezt nem szabad elfelejtenem. Majd szóljatok. Gary? Megijesztettel az elég. Ezért vagy itt. Reggie. Beljebb. Ich verstehe. És tűz. Elbontjuk örülül a fedezéket. Hans. Előre. Order confirmed. Oké, ellenséget látunk. When you work hard, you get the better. Úgy van. Tűz. Ez volt az eddig legszarabb sorozatod ezzel a fegyverrel. Oké, megöltük. Axel, gyere ide és ebből az ablakból tudsz segíteni majd. I am humbled by my achievements. Oké. Ott is megy ellenség. Töki. Take cover! There are more! Na ne bassz. Föl a fához. Sajnos a fákat nem tudom eltüntetni az emelet irányítóval. Yes, Captain! Perseverance is key to success. De aki földre is figyelt, hogy mikor jön az ellenséges tiszt. Na, hogy mit csinál az a szerencsétlen. Oké, következő kör. De megint már az inkább, hogy a kapuba ennyit le tudunk mészárolni. Ahogy elnézem, ezt tökire lő, eltalálta. Egyszer. Ó, hogy ennek karabélya van, ezt nem vettem. Nem, az egy MP. Akkor jó lövész, olyan távolságról egy géppisztolyjal. Főleg tökid a fa mellett. Eagle, még egy lövést. I'm not paid enough for this. Gary. Reggie. Oké. Lebontottuk róla a tetőt, mondtam én. Egyébként, hogyha elbontjuk róla, akkor tényleg be fog esni egy emelettel lejjebb, és szerintem belehal abba, hogy eltöri a lábát. Hans. Szerintem az ellenség már leért az emeletről. Tehát azzal már nem tudunk variálni, hogy elkapjuk a lépcsőnél. Axel. Mit látsz az ablak? Az a rohadt szék, amit nem tudunk odébb rúgni. Rosszabb, mint a Sims. Oké, okay, tűz oda. Nehogy a zip se szintén rámenjen tökire. Remekelteleltük a figyelmét. Olyan távról nem fog minket eltalálni egy géppisztollyal. Töki. Fuss ez a fához. Fuss. Hidd el, nem fog látni. Guggolj le. És nézd meg, hogy el tudsz-e még sunyogni itt a pálya széle mellett, úgyhogy legyen elég épid arra, hogy lőj. More adversaries! Nincs igazán rá elég. Talán el tudjuk találni. I am getting a bad feeling. Egy lövés belefér, vagy egy talat belefér, de az nem lesz elég. Hans. Teljes sorozatot kérnék arra ott.
ez nem jött össze. Mert ez a kétszer entéten okoz problémát, a mesternő vissza elbánunk Eagle-lel, hogy nem lesz gond. It is a small wound. It can be bandaged quickly. Ja, meg ugye föl van az Ipsi a személyes asszisztensével. Mert nem látom itt tehát még... A rohadt életbe... Komolyan ez a, hogyha a főhősöd elájul, mert ilyenkor nem meghalnak, elájulnak, van olyan, meghal valaki, akkor puff, annyi. Akkor bebújtok a küldetés, ez valami eszméletlen a körség. Lássuk, hogy mikor akartam legutóbb gránátot dobni. Hogy ezt tudom, akkor Hansból mesterlövést csinálok. De itt vagyunk, amikor azt hiszem Eagle-ről akartunk átdobni egy gránátot a kerítésen. Bokrok? Nem bokrok, gránát. Úgy. Ja, ezzel azt hiszem legutóbb megöltem, most 6 damage-et vitt be annak ellenére, hogy fejbe vágta egy gránáttal. Dobjunk át még egy, nem tudunk, mert ez túl nehéz gránát Eagle-nek. Vikona. El is se tudjuk dobni, nem. Na jó, akkor ezt majd lerotáljuk. Reggie. Ja igen, feladat akartuk dobni a másikat. Oké. Medic! Medic! Na, ez történik akkor, hogyha valakit így fejbevágnak egy gránáttal. Jó, kicsit több darabra esne, de az nincs modellezve a játékban sajnos. Ott van még a szerencsétlen, akit majd Axel-el intézünk, meg itt van ez. Hans. I did not waste my time at the academy. Szép. Erre. Axel, ott vagy. Gary, éppen szinted léptél. Azt hiszem ezt adtuk neked. Vagy? Nem ezt adtuk, de most már ezt választottam. Ide. This war will never end. Most mondd meg. Lőj rá egyet arra a szerencsétlenre ott. Ijedd meg 2%-os esélyeddel. Egyszer már találtál 4%-on, szóval semmi sem lehetetlen. Tök itt a jó helyen vagy, tölts újra. Eagle, te fuss be ide a kapuba. I am young. I have much to learn. Aztán guggolj. Reggie, jó helyen vagy. Oké, kövikör. Azt hiszem, Eagle-lel kivégezzük a szlipsét, és akkor tudjuk azt a tempót diktálni, mint a legutóbb. Axel-lel erről fogunk kijönni szerintem inkább, ahelyett, hogy az ablakból lövöldöznénk. Eagle, fejlövést kérünk. 60%, akkor csak találd el. Maybe I should shoot myself. Na, sem most már Gary képességének köszönhetően látjuk, hogy mennyi élete van a ellenségnek. Gary, először az életben hasznos vagy. Na jó, azok a... Két lövésből kinyírom az ellenséget, krabi a dolgok nem voltak rosszak, ezt elismerem. Lőjük meg még egyszer ezt a szerencsétlent. Szép. Oké, Reggie, egy... Axel. És egy gépuska kell, és már is összekeverem őket, csak egy találat kell nekünk rá. Nem tőle rád. Ó, újra töltött a fenébe. És eloldalgott. Oké, tűz. Szép. Falon keresztül. Reggie, előre! I would expect nothing less. Ez a mesterlövész nem fog gondot okozni. Fuss! As you order. I'm always no, rád nem számítottam. Hans, te aztán pont el tudsz sprintelni előtte. Igen, Hansot biztonságot tudjuk futatni. Ő már elveszelgette az összes AP-jét, szóval befutunk... ide. It was only a question of time. Kiszúrtam ki a budiban, nem volt egy ellenség. Jó, hogy a túloldalról, az is jó, oké. I get right on it. Oké, látjuk a két őrt. Az egyik az kicsit előbbre jött, mint a múltkor. I get right on it. Igazából beállt az ajtóba is, teljesen mindegy. Akkor maradj ott. Na ne. Csak mondani kellett neki. Töki, fuss fel ide. Yes, Captain. Bízd be, nem fuss fel addig. Most veszelgette el az AP-jét a srác. Úgy tűnik mégse. Hey, oké. Okay. Hogyha most látnánk is az ellenséget, oké, okay, látjuk. They are numerous, but we are determined. És nekünk van AP-ing. Perseverance is key to success. Oké. Okay. Igen, és Gary elintézik a mesterlövészt. A felől nincs aggodalmam.
Nem, pedig olyan jó lett volna lebontani ezt a házat. Aki az a szerencsétlen, hogy elnézve elkezdett lőni tökire. Talán. Hanzával mindjárt rajta ütünk. Ígül a mesterlövészt. Gary. Szintén. I notice improvement. Oké, Reggie. Fuss ide. Ich verstehe. Próbáljunk meg nem interruptot adni a rohadéknak, dobjunk be innen egy gránátot. Oh yeah! Na még egyet. Ezzel aztán pont elébe nyomtuk. Ja, meghalt. Következő körben Reggie-vel is megyünk tovább. Töki. És fussul ide a sorokra. Szóval nem ő adott le ránk sorozatokat. Célozd a fejét. Oké. Okay. Van még ott egy élő fazon a túloldalon, neki van karabélya. Fuss ide. Yes, Captain. És nézd meg, hogy abban a sorokban is van egy. Nincs. Oké. Okay. Hans. Az ablakba. I am humbled. Udvon egy repülőgép. Francba. Oké, okay, jó leszel ott. Axel. Föl a másodikra. Oké, akkor majd feltörsz egy lakatot. Na, föl a másodikra. Géppuskád van, fel tudsz törni egy lakatot, nem? Hol lehetett ez a szerencsétlen meg a tiszt? Ott. Na, mire onnan leérnek? Lehet, hogy mégiscsak ki kell tisztítenünk ezt a házat. Alias lebontjuk Reggie-vel azt a szárnyat ott. Szóval van valaki a másik sorokban, Franzba. Lehet, hogy Axelnek kéne a fedezett tüze, de ezt a falat nem olyan könnyű átlőni azért. Azt nem látjuk az emberünket, ez lesz a tiszt. Talán. Vagy a személy asszisztense. I'm always ready for more. Ezt a fazont ki kéne ütnünk. Szóval tök rossz helyen van. És nincsen a bunkos botja. Mikor vettem én tőle el a bunkos botját? Oké, okay, Reggie. Tudom, hogy furcsa kérdés, de verd agyon a tisztet. I get better with each war. Hoja! Ne kánkánozz vele, verd agyon. Lehet, hogy ki kell végeznünk Eagle-lel. Ő úgyis itt van, meg Gary is. Oké, okay, Eagle, tűz. No regrets. Hogyha a tiszt áttörne valahogy Reggie-n, akkor Gary végzi ki. Hans. Fuss fel ide a kémény fedezékébe. És onnan oldalasz ki. És egy rövid sorozat mehet abba az ipsébe. Megkockáztassunk még egyet? Living in danger zone. Oké, nem találtuk el. Töki! Pattanj föl. Már föl vagy pattanva, remek. Oké. Eddig felfutsz. When you work hard, you get the better. És beállsz Hans és a golyó közé. Na jó, megpróbáltad megölni. Sikerült, remek. Erre számítottam. Axel. Most kérem fedezeted. Kopogj be ott. Ó, oh, kulcsfontosságú felteni. I appear to have received permanent damage. Azt a rohadt. Az egy MG volt, és Axel esett egy emeletet. El fog vérezni, ha nem visszük ki gyorsan egyébként. Tehát van ott egy fazon egy MG-vel egy létfontosságú anyag mellett. Erre nem számítottam. I am humbled. By my achievements. Komolyan? Elsétálsz Reggie mellett? Á! Elsétál mellette, aztán rászegezi a pisztolyát. Oké. Okay. Reggie vágt pofon. I notice improvement. Még jó, hogy rakott el épít tartalékba. I healthy like horse.
tiny wound will not stop me. Na, legit jól fülbelőtték. Na oké, megpróbáljunk még egyszer megütni. It like first war, soldier against soldier. Oké. Gary, öld meg úgy, hogy nem találod el Reggie-t. Még egy. Eagle. Próbáld meg nem megölni, kérlek. Do not worry. I will pretend I did not see it. Francboy, pont most kell újra töltenünk. Egy sorozatot. Pokrok. Eltaláltuk Reggie-t. Oké, okay, Reggie, öld meg. Majd verdagyom. Ez nem jött össze. Oké. Okay. Reggie úzódj fedezékbe, majd Gary végez vele. Igazából nem akarom megölni, csak hát ez a... Le kell damage-elni, hogy ki is valakit rendszerez. Rákényszerít, hogy lövöldözzek szerencsétlenre. I know do action. Tehát nem mondod. Tökivel egyszerűen elálljuk az útját, hogy esetleg áttörne valahogy. Hans, gyere erre. Just when you think it is over. Oké, ott látunk egy ellenséget, az utolsó űrasszem. Az a baj, hogy itt udvan ez a repülőgép, és ennek akkora hitboxa, mint ez a kör. Ja, is, meg az, és az, hogy sétálunk, mert elfelejtettem kivenni. Order confirmed. Mi? A büdös életet csinálsz, és hogy került oda az a fazon? Oké, felkelünk. Vissza a kémény mögé. Mi nincs itt a tisztadig, nincs gond. Take cover! There are more! I am young. I have much to learn. Oké, ez szerencsétlen tiszt, arról próbálja meg megkerülni a házat. I notice improvement. Gary kapott egy találatot, hát ezt kb. Leszarjuk. Garynak nem fáj. Gary nem emberű, egy gyilkológép. Van 21 HP az ellenségünknek. Oké, Garyval agyon verjük. Pokrok. Még egyszer. Reggie, gyere segíts. Így ő készülj fel arra, hogy esetleg elfutna. Töki. Ezt a rodékot el kell kapnunk valahogy, hogy esetleg el tudna futni arra. De nem tudom, hogy ezt hogyan kéne csinálnunk. Hans, először is gyere ide. Mentünk egyet, mert nem tudom, hogy ennek a cuccnak hogy van a hitboxa, meg hogy hol akad el benne a gránát. Aztán megpróbálunk ide dobni egy gránátot. Ehhez a szerencsétlenhez. Ez egyfajta gránátunk van, és az érítésre robban, szóval reméljük, hogy ez elég közel lesz hozzá. Valamint a hirtelen elkezdett 60 FPS-sel futni játék, 30 helyett. Nem akarom tudni. Azt sem akarom tudni, miért futott eddig 30-al. De mindegy. Eagle... Meg tudod rohamozni esetleg az ipsét? Hárman már csak agyon veritek. 147 AP-ja. Futásba 59. Oké, okay, kezdj el futni arra. Töki. De... Készülj fel arra, hogy megbosszul Daxelt. Berobbantjuk ennek a szobának a padlóját. Töki, ne legyen át van, az talán elég lesz hozzá. Perseverance is key to success. Hans, te jó leszel ott. Bújj el. I healthy like horse. Tiny wound will not stop. Oké, okay, Reggie a szembe érzik. There are more. Oké, okay, váltott Garyra. No more than serious scratch. Oké. Okay. Reggie-vel agyonverjük és Garyval elkezdjük kötözni Reggie-t. Utána abba hagy... Ez elvérzett. Ezért szarakodtam vele ennyit, hogy utána elvérez. Talán életben van, nem tudom. De szerintem elvérzett. Oké, okay, kezd el kötözni Reggie-t. Nehogy elvérezzen nekem. És azt kéne, hogy két géppuskát kelljen hazacipelne pluszba. No. Van egy ellenség itt fölöttünk. Vegyük elő ezt a gránátot. Lépjünk odérni, hogy magunkra robbantsuk a plafont. És én nem mondom vagyok, hogy... Jaldi nem engedi, hogy hozzávágjam a plafonhoz a gránátomat. Oké, okay, akkor tűz! Remélt, hogy be tudjuk robbantani alulról a padlót, de ez szerintem nem.
More ammunition. Hans, elő. I am humbled by my achievements. De majd végzel a rohadékkal. Ó, most hiszem, hogy tökinek van egy karabé. Nincs karabéja. Akkor nem hiszem be. Jó. Eagle, GT, jó helyen vagytok. Eagle, gyere. Kilőjük innen a szerencsétlenek a távcsés puskáddal. Úgy. Ez le akar jönni a lép. Take a cover. Ja. There are more. Hát ahogy ezt mondani szokás, GG motherfucker. Ezt neked Axelér. Menjünk, szerezzük be azokat a létfontosságú dokumentumokat. Ne! Ne! Egy pillanatra azt hittem, hogy van még egy segélypuskával ebben a szobában. Az a rohadékot a tulajdon rámozta a szívrohamot. Igen, ki tudod lőni. Fejre! Nem talált. Azon mondjuk, hogy nem a feje, tehát nem tudom, hogy ez hogy lehet elcseszett fejlövés. Szimpla elcseszett lövés helyett, de mindegy. De aki fel tudod szedni Axel géppuskáját. Valahol itt volt az ajtóban, igen, ott az MG34-ese. Oké, okay. És szedd fel Axelt rád, mert szerintem nem lesz szükség. Eagle-el és Hans-szal kitakarítjuk a maradékot. Gary megköt az Regit. I am good medic. You will be fine. Aki most elkezdjük Garyval kötözni magát, ez a szerencsétlen lövöldözget a géppisztollyal Eagle-re, elég esélytelenül. Hans, szedd fel azt az iratot. Oké. Megjelentünk, mint a múltkor. Állítsd meg a videót, olvasd. Tovább megyünk. Olvasd. És most elolvasom én is. Oké, ez érdekes. Tudomást szereztünk valamiről, amit Silent Storm, azaz csendes vihar hadműveletnek írnak. Hívnak. Megbizonyosodtunk róla, hogy Koch kettős ügynök valakinek, aki nem brit és nem német. Tehát lehet, hogy orosz, mert ezt nem írta a cucc. És valamiféle Panzerkönig nevű dolgokat szállít Angliába. Amikről már fél játék óta üvöltözök, szóval igen, nem nagy felfedezés, hogy benne vannak a játékban. És tudunk egy Helena nevezdő nőszeméről, aki Koch főnökének néz ki, és valahol Svédország mellett van egy szigeten. Nos, Hans, gyere ehhez az ablakhoz. Nézd ki rajta. Látsz ellenséget? Nem igazán. A szerencsétlenül ki akarom nyírni ott a kémény mögött mellesleg, mert amíg ott van, addig nem fogjuk megtudni, hogy megöltünk-e mindenki mást a pályán. És addig ugye full taktikai módban kéne végigmennem az összes szobán meg minden. És valamiért nincs zene, vagy van? Nope, nem hallok zenét. Pedig Garyt hallottam. Ó, oh, látjuk az ellenséget. Eagle. Szép. Hans, nem tudsz elülni onnan. Gyere ide, Hans. Innen lentről aztán el tudjuk intézni ezt szerencsétlent. I am humbled by my achievements. Jó neked. Olyan, mi van ez a nagy csend, de hol van a zeném? It would require magic. Szerencsétlen mesleg, azt hiszem még él, mert továbbra is információs cucc van rajta, tehát el kéne vinnünk. Tehát őt elfogtuk. Regi, fogd el. Oda véresett a füled, amikor meglőtt. Nem vagy most, hogy bosszút állhatsz. Tényleg a pisztolya? Csak egy szimpla lüger, nem néz ki. Várjuk, dobjuk le egy pillanatra. Oké, hogyha Eddie nem volt halott, akkor most már azt kapjuk fel a pisztolyát, hát ha van rajta valami újra nyomat, vagy nem tudom. Menjünk. Na, vagy nem is kell mennünk. Majd menjünk a leave gombot. Déged pedig Axelhez küldtelek, azt hiszem. Ja. Rögd le egy kicsit. Nem, mintha nagyon felemeltet volna, kap fel azt a géppuskát. És most visszük Axelt. Oké.
Ne felejtsek el fölmenni a távcsás puskájára Eaglenek. Oké, ezek a szerencsétlenek lövöldöznek. Esélyük sincs eltalálni Eaglet. Ez itt azt hiszem meg sem mozdult, mert még mindig. Te kikap fel Axelt. Eagle lőtt ki a szerencsétlent. Nem, csak lőjünk rá. Oké, három életem maradt, azt szerintem elvérzi a következő körben. Hans ide. Gary, te kezdjél óvatosan fölmenni a tetőre, még nem tudjuk, hogy hol van személyi asszisztens. Komolyan? Eddig fel tudsz jönni? Nem. Eddig fel tudsz jönni? Eddig fel tudsz jönni, oké. Okay. Menj is hogy helyben egy ajtót. Úgy adom nem verzik a lipse. Mondjuk körután... Nem, körülein verzik. Tehát nem verzik. De verzik. Tehát kör végén verzik, oké, ezt mindig elfelejtem. De néha van, hogy körülein, meg kör végén is verzik, és totál káosz. Pokrok. Megvan a személy asszisztens. Igen. Hans. Drága egyetlen Hansom, kérlek lőd át a padlót. I must reload the weapon or change it. Tessék. Eagle, az a szerencsétlen halott. Oké, még ezzel egy van itt. Ő szerintem most Hansra fog ráutazni, és hogyha elkezd jönni errefel, akkor Eagle-lel kilőjük. Töki, te ott vagy, Gary, te éppen mész föl. Reggie, te itt vagy, oké. Vissza a harcba. Tölts újra. Ne kétszer. Ez van, hogy kétszer kattintok rá valamire. Gary. Hey, Ben Hoyt. Majd megnézzük, hogy van itt valami, van-e még itt valami érdekes, értékes adat, de először feljövünk ide. És lenyújjuk a távcsás puskát. I notice improvement. Sőt, azért először feljövünk az irodába, tehát ez mégiscsak küldetés, ami küldetés. Hans, pár lépést erre. Order confirmed. Nincs ott gránát, fenébe. Eagle. Ez szerencsétlen elvérzett. És még van ellenség a pályán, hoppá. Mert ez a cucc vörös. Ez azt hiszem azt jelenti, hogy nem is mehetünk el. Vagy? Ja, még van ellenség, oké. Okay. Valószínűleg az irodában lesz akkor. Gary, eddig. I get better with each war. Hans. Az elsőt kitisztítottuk. Nézd be, hogy nincs valaki a klotyóba esetleg. Zárva van a klotyó. Akkor ott nem lesz senki. Zárt ajtó mögött ritkán van ellenség. Amikor van, akkor géppuskával van, és nem Hanszal akarok bekapogni. Gyere fel a másodikra. Lehet egyébként, hogy valaki a fákban bújik el. Ez is egy teljesen értelmes lehetőség. Na, ami nem értelmes, mint értelme van, értelmes, mint lehetséges. Oké, nyisd ki ezt az ajtót. Harcon kívül vagyunk mellesleg. Csak nem hinném, hogy itt még lenne valaki. Hogyha van valaki, akkor abban a szobában. Mert azt még nem nyitottuk ki abszolút. Itt nincs senki, akkor a harmadikon lesznek az ellenségek. Order confirmed. Hoppá, még egy dokumentum. Oké, okay, ezt majd akkor küldetés után olvassuk el. Jó, föl a harmadikra. Gary, bánjál azzal az ajtóval, kérlek. Kell egy zárt feltörőkészlet, meg mi a büdös élet. Kop. Good target! Másnak valószínűleg a mesterlövész fedezetével van, lesz dolgunk itt. Rátalál! Úgy van. Lőj át azon is. Nem, várj, először gyere föl ide. Utána lőj át a következőn. I notice improvement. Nem akarom a gépkarabélyunk lőszerét fecsérelni rá. Na, persze, gyere föl itt a repedésen, simán! Hát hogyne, Hans? I notice improvement. Azt nem gondoltam, hogy föl is érsz ebben a körben. Még valamivel nem mindig egyértelmű a játék. Hoppá, még több információ. Tudtam én, hogy lesz értelme itt átnézni ezt az emeletet. Hell, gondolom ez megint a Helénánk.
Van egy lebegyev, aki tesztel valamit. És valamiféle szigeten építkeznek, megint valatérezem ott, ahol Helena van. Ez gondolom van ott a balti tengeren lehet. Oké, okay, Hans kap fel azt a távcsős puskát. A tárakat. És ennyi van itt. Perseverance! Oké, okay, Gary, gyere fel az irodában nézz körbe. Személyasszisztens már egyen lejjebb kinyírtuk, szóval itt nem lesz senki valószínűleg. Oké, okay, nincs semmi. Aztán gyere kopogni. Nem akarom becsinálni erre a gépkarabi lőszert. I would expect nothing less. Kop, kop. Good target. Megvan az ellenség. Hans, próbál ki a pisztolyt. When you work hard, you get the better. Ugye nincs hans fegyver. Nope. Regizik. Oké. Okay. Please. I'm not a soldier. Megütöttél? It was only a question of a time. No. Van még egy. Shit, az is itt lesz benn. Oké, okay, Eagle, hol vagy? Itt. Oké, okay, szedd össze itt a gép... itt volt egy gépkarabé, szedd össze. Nem, nem volt. Ezek szerint csak ilyen turbo MP40-esek vannak itt. Oké, okay, akkor ezeket szedjük össze. Ezek hasznosan néztek ki. Ott egy gerend. Azt összeszedjük. Gyors tüdelő puskákból mindig jól jön még egy. Na. Ó, oh, még egy cél. Már megértem, hogy megint kapunk egy ilyen géppuska tűz vissza a legutóbbi save-re dolgot. Célozunk fejre. Scratch from the list. Na. Van még? Van. Hát ez nem igaz. Ez ajtó zárva van és szerintem emögött lesz. De nem akarok még egy ilyen MG-s interruptot, szóval... Nyissuk ki ezt a ládát. Van benne két gránát, oké. Ez egy jó kezdet. Gary. Gyere ide és nyiss ki ezt a ládát. I am humbled by my achievements. Tölts hozzá újra a láda kulcsot. Egy ládal egy rövid sorozat bőven elég, nem akarom detonálni azt, ami benne van. I notice improvement. Egy RPD, ezt nehezen detonáltam volna. De van még egy géppuskánk. Százas tárral. Oh yeah. No, rendezzük az inventorit. Garival befordulunk erre. Következő kör, oké. Okay. Hans, fogd meg az egyik ilyen gránátot. Kicsit, nem, nem, erre, úgy. Kopogj be a fémajtón. Gary, látsz valakit a túloldalon? Nope. Akkor végképp nem tudom, hogy hol van az ellenség. Itt már voltunk. Itt is voltunk, mindenhol voltunk. Na jó, ez esetben Axel rajta van valakinek által? Igen. Főgonosz megvan? Megvan. Következő kör. Ellenség megmutatja magát, nem? Következő kör. És lelépünk. Oké, okay, az emberek kapják ugyanúgy kitüntetéseket, remek. Na, kiallgattuk Kochot. Kevés információt mond el. Többet tud a szervezetről, mint amiről beszélne, hát köszi, ezt mondtad az előbb is. Szóval benne van egy építkezési terv benne, de nem tudja, hogy mi az, ami épül. És tudja, hogy épül egy szigeten az északi tengeren. És Lebegyev dolgozik torkalapácsának. De nem tudja, hogy mi az, ami Lebegyev dolgozik. Oké? Okay? Oké. Okay. Vissza az olvasom, elolvasható dologra. Szóval. Állíts meg, olvasd. Állíts meg, olvasd. Én jövök.
Oké, tehát végül is először leszögezi a levél, hogy nem kellett megkínozni Kochot, hogy tudják az emberek, hogy mi vagyunk a jó fiú, mert nincs, hogy meg akartuk kínozni, nem kellett. Egy torkalapácsa nevezetű szervezetnek dolgozik, ami egy harmadik erő a háborúban a németek és a britek között. Tehát negyedik, mert nem az a raszok. És Bauer is neki dolgozott, viszont szerencsétlen Jacknek úgy tűnik, hogy véget ért ideje, nem volt több szükség a szolgálataira, és ezért Kochkal kinyiratták. És Koch nem fed föl több információt, mint amit kellett. Oké? Okay. Ki az a Hanke? Oké, okay, van valamiféle Hanke, aki meg akarta semmisíteni a Bauer ellenes fegyvert. Oké, okay, a szervezet fejlesztette ki a fegyvert, aminek Hanke dolgozott, hát köszi, no shit. Nem tudjuk, hogy hogyan működik a fegyver, nem tudja, hogy honnan szerezte a szervezet technológiát, és rámutatott egy RTL labor nevezetű helyre Oroszországban. Tehát mi a TV2-nek dolgozunk. Abwehr 2, TV2, tudhattam volna! Best plot twist ever. Oh, még több információ. Oké, okay, Koch egy szervezetben dolgozik, miben van a háborúban. Koch magas szinten van, egész Németországot irányította. És tudunk egy raktárról Angliában. És Koch nem működik együtt. Hát az előzők alapján nekem úgy tűnik, hogy együtt működik. Úgy, mi van még itt? Analizáltuk Koch naplóját. A német köztársaságban. Úristen. Azért megértem, hogy 70 évvel ezelőtt még első világháborús térképeik voltak, de legalább egy kis törít tanulottak volna szerencsétlen oroszok. Német köztársaság. Oké, okay, szép. Szóval, menjünk tovább. Van egy torkalapácsa állomás, terrorista állomás, feltételezem a torkalapácsa Oroszországban. És ennyi. Oké. Okay. Menjünk vissza a bázisra, mindenféle random encounter nélkül. És inventorizmunk a következő részben. Na de, addig is ez volt én már a Matavarna, ez vagy már a Let's Play Silent Storm. És boldog karácsonyt, és találkozunk legközelebb. Addig is a viszontlátásra. És nem tudom, hogy ez a rész karácsonykor megy-e föl? Valószínűleg nem. De lehet, hogy igen.